Ha ezt önök így folytatják tovább, tisztelt államtitkár úr, 10 éven belül nem maradt tanár a magyar iskolákban. Önök olyan elenyésző mértékben emelték a tanárok bérét, ami tényleg Európa szégyene, vagyis a magyar pedagógusok és mindannyian Orbán Viktor miatt élünk rosszabbul, miközben önök számolatlanul szórták a 10 és 100 milliárdokat lomb nélküli lombkorona sétányokra, stadionokra vagy kilátókra a puszta közepén. Két dologra nem költöttek, ami viszont fontos lett volna, a gyermekeinkre és az őket oktató, nevelő, diplomás szakemberekre. Mondom lassan, hogy ön is megértse, a tanári béremelésre szánt uniós pénzek itt vannak, ezt maga Nicolas Schmidt erősítette meg, önök nem akarják odaadni politikai bosszúból a pedagógusoknak. Mit tesznek az oktatással? Az önök információs szolgáltatának van ez az infokommunikációs kis táblázata, ahol itt van, hogy a magyar pedagógusok a környezetünkben is utolsók a diplomás minimálbérhez képest a magyar pedagógus bére. Mi az árnyék kormányban 45%-kal megemelnénk a magyar pedagógus béreket, visszavonnánk a státusztörvényt, ezért már a Magyarország egyetlen reménye az árnyék kormányhoz, hogy oktatás helyre tegyük. Köszönöm szépen!